Labdarúgás, kézilabda, gyermektáborozás és e-sport. Ez a mai kínálatunk. Üdvözlöm nézőinket, munkatársaim nevében is kellemes tévézést kívánok. Kezdünk! A nyári felkészülés második edzőmérkőzésén is győzelmet aratott a Dunajváros Pase labdarúgó csapata. Az örömbe azonban üröm is vegyült, ugyanis a közelmúltban igazolt Lakatos Gergő igen súlyos bokasérülést szenvedett. És mivel két hét múlva kezdődik a bajnokság, erősen kérdésessé vált szereplése a dunajvárosiak első nyári tétmeccsén. Az NB3 középcsoportjában szereplő Veszprém elleni pálhalmai mérkőzéssel folytatta felkészülési találkozóinak sorozatát szombaton délelőtt a Dunaújváros Pasell labdarúgó csapata. Az együttes jelenlegi helyzetéről Lőrinc Emil vezetőedző számolt be. Mivel elment az komplett védelem tavalyhoz képest, jelen pillanatban most érkeznek olyan játékosok, akik minőségben meg tudják majd oldani. Sajnos a mai meccsen az egyik pont megsérült, a Lakatos Gergő. Hát remélem, hogy az egy hónapnál hamarabb meggyógyul, de hát szerintem súlyosabb. A többi poszton úgy rendben vagyunk. Szerintem azért az sokat számított, hogy a koronavírus alatt otthon nagyon sokat dolgoztak a játékosok, így a 2-3 hetes leállás után, amikor visszajöttek, nem voltak rossz állapotban, tehát úgy fizikailag mondom természetesen, hogy rendben vagyunk, hát minőségben azért szeretnénk azért sokkal többet nyújtani majd. Az első 20-25 percben inkább a mezőnyben birkóztak egymással a felek, egy-két kisebb lehetőségen kívül nem igazán sikerült veszélyt okoznia egyik gárdának sem. Nem sokkal a játékrész dereka után viszont megszerezte a vezetést a Dépase, mert egy szép jobb oldali támadás végén Al-Seradzsi lőtt körülbelül 10 méterről a kapu bal sarkába. A vendégek ezután több helyzetet is kialakítottak Pokorni kapuja előtt, majd a 44. percben egy szintén szépen végigvitt támadás végén ki is egyenlítettek. A fordulást követően egyre inkább ráerőltette akaratát ellenfelére Lőrinc Emil alakulata, ám hiába alakított ki több ígéretes helyzetet is a veszprémi kapu előtt, a befejezéseknél rendre a vendégek hálóőre nyerte a párbajokat. A hajrához közeledve előbb a veszprémiektől állított ki a játékvezető egy játékost, aki a Dépase kapusát is leküldte a pályáról az utolsó percekben, ám a két eset között Novák harcolt ki egy 11-est, melyet Szepesi magabiztosan értékesített, így a küzdelmes összecsapás végén a mieink örülhettek a 2-1-es győzelemnek. Mind támadásban, mind védekezésben voltak jó meg rossz dolgok. Hát azért a csapatnak a fele az új. Rengeteg fiatalban a kezdőbe is az utóbbi mérkőzéseken, tehát még nem állt össze teljesen a keret, amit említett okok miatt. Remélem jövő hétre kiegyenesedünk, és azért a bajnoki rajtra rendben leszünk. Fizikailag, ahogy említettem, szerintem nincs gondunk, minőségben viszont mind védekezésben, mind támadásban rengeteg feladatunk van. Egyrészt azért, mert nagyon sok az új játékos, nagyon sok a fiatal a csapatban, másrészt azért, mert nem úgy működik, ahogy szeretnénk. Július 22-én szerdán a Grosics Akadémia, július 25-én szombaton pedig a Harta Ese ellen lépnek majd pályára az együttes focistái. Balatonboglárra látogatott a Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt együttese, ahol az ifjúsági válogatott elleni edzőmérkőzéssel kezdte meg felkészülési találkozóinak sorozatát. Az összecsapáson korán jelentős előnyt szerezve aratott magabiztos, 38-28-as sikert a Kohász. Az ifjúsági válogatott elleni edzőmérkőzésekkel kezdte meg a felkészülési megméretetések sorozatát a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata. A találkozó előtt Vágó Attila vezetőedző abban reménykedett, hogy már sikerül viszont látnia az edzéseken gyakorolt elemeket úgy, hogy csapatunk magabiztosan érvényre is jutatja a papírformát és behúzza a fiatalok elleni összecsapást. Elsősorban ugye nem az eredmény volt a célja ennek a mérkőzésnek, hanem inkább az, hogy egy kicsit a monotonitásból kiszakítsuk a lányokat az alapozó időszakban. Abszolút terhelésként fogtuk föl ezt az edzőmérkőzést. Amint mondtad, 3x25 perc volt, elosztottuk a játékperceket, mindenkinek ugyanannyi
időt tudtunk a pályán biztosítani, és mindez mellett pedig öröm számomra, hogy azért magabiztosan győztünk, tehát 38-28-ra győztünk egy jó csapat ellen, mert ezek a fiatalok, ezek tehetségesek, bontogatják a szárnyaikat, de nekünk az volt a lényeg, hogy meg tudtam nézni a lányokat, meg szituációban is, ki mire képes. Nagy dolgokat még nem kértem tőlük, nem taktikailag ugye még nem nagyon foglalkoztunk ilyen jellegű dolgokkal, hogy a felkészülés első időszakában. Védekezés volt, amivel többet tudtunk eddig dolgozni az edzéseken, abból kértem vissza dolgot a lányoktól. Én úgy gondolom, hogy az nagyon jó volt, hiszen a 28 kapott gól, ugye 3x25 perc alatt az abszolút nem sok, sőt az első harmadban gyakorlatilag 5 gólt kaptunk. Lerohanások, gyors középkezdés volt a másik kritérium, aminek meg kellett felelniük, úgymond, és sikerült is. A Kohász következő edzőmérkőzése itthon kerül megrendezésre a Vasas ellen. Vágó Attila hozzátette, a megméretetés más területeken is előrelépésre ad lehetőséget. Egy másik védekezési formációt is elkezdtünk gyakorolni, ott szeretnénk azt is kipróbálni, illetve már jövő héten egy picit a támadó játékot is érinteni fogjuk, taktikai dolgokat, egy-két egyszerű mozgást már megpróbálunk elsajátítani. Úgyhogy azt már kérni fogom majd a lányoktól. A pandémiás helyzet alatt a Kohász edzésein is megmutatkozott a fokozatosság és az óvatosság, ám azóta teljes bedobással készülnek mérkőzéseikre. A Szöglet Sportbárban folytatódott a Duna FIFA eSport Kupa 2019-2020-as szezonjának küzdelem sorozata. A Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség által rendezett verseny második fordulójában ismét kontrollert ragadtak a játékosok, és 2-4-es csoportban mérkőztek meg egymással. A döntőben Zámbó Csaba 6 gólt szerezve aratott sima győzelmet Kovács István ellen. Megérdemelten szerezve meg ezzel az eSport Kupa második fordulójának aranyérmét. Folytatódott a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség rendezésében megvalósuló Duna FIFA eSport Kupa 2019-2020-as szezonja, melynek most is a Szöglet Sportbár adott otthont. A bajnokság második fordulóját 2-4-es csoportban kezdték meg a játékosok. A küzdelem sorozatok kezdeteiről Petrás Gábor, a DLS főtitkára számolt be. Az első versenyre kellett 2 évvel ezelőtt várnunk az első versenyre. Igazából a két Kovács testvér, a Kovács László és Kovács Krisztián keresett meg minket még 2017 nyarán, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha esetleg a Dunai Labdarúgó Szövetség keretein belül meg tudnánk versenyeztetni az e-sport rajongóit, a FIFA foci kupát tudnánk szervezni. Hát és egy jó fél évig jártak a szövetségbe, és próbáltak meggyőzni minket. Miután azt mondtuk, hogy ennyire látjuk bennük azt, hogy valóban van ebben lehetőség, és mi is nyilván felmértük ennek a piacát, hogy valóban sok embert megérint ez a joystickos foci, hát miért ne? Focihoz kapcsolódik, a szövetségnek lesz egy színesebb palettája, úgyhogy belefogtunk a Kovács testvérekkel, és nem bántuk meg, hiszen tényleg két lelkes dunajvárosi srácról van szó, aki nagyon szeret fifázni, és ismerik a Dunajváros fifázó játékosait, és úgyhogy így indult ez útjára. 2018-ban szerveztük az első ilyen kupánkat. Petrás Gábor hozzátette, a küzdelem sorozatok eredetileg a munkásművelődési központban kerültek megrendezésre, azonban idővel átkerültek a Szöglet Sportbárba. A főtitkár emellett ismertette az összecsapások lebonyolítását is. Ez egy különleges bár, és itt megvan minden feltétel, van itt tévé, televízió, már csak a gépeket kellett idehoznunk, és úgy látjuk és úgy érezzük, hogy megtaláltunk az otthonunkat, hiszen nem az első ilyen kupát szerveztük 18-ban, hanem most már talán a 10. kupa ad otthont ennek az eseménynek. Minden évben 4 kupát írunk ki, és a 4 kupának a győztesei egy szuper döntőt játszanak, ahol kihirdetjük a Duna FIFA az évi bajnok játékosát, de ahogy mondtam is, 4 kupát szervezünk itt a sportbárban, különböző
játékosok, tehát különböző létszámmal lehet ide nevezni. Volt, amikor 8-16 csapat, és akkor a legjobbak pontozásba részesülnek. Természetesen minden kupán, ahogy megszokhattátok, a rendezvényeink után a díjátadó ünnepségen kupákkal, érmekkel, akár sportbár utalványokkal színesítjük és ajándékozzuk meg a legjobbakat, és akkor a végén a szuper döntőn pedig tényleg a legjobb játékosok vesznek részt, ami egy igazi csatát is vonz magával. Az egyenes kieséses szakaszban oda-visszavágó rendszerben mérkőztek meg egymással a résztvevők. Az egész nap remekül teljesítő Zámbó Csaba mellett Kovács István jutott be a sorozat fináléjába. A döntőben viszont elmaradt a várt nagy csata, hiszen a belga válogatottat irányító Zámbó Csaba 6 gólt szerezve aratott sima győzelmet Kovács István angol focistái felett, megérdemelten szerezve meg ezzel az e-sport kupa második fordulójának aranyérmét. Az Erzsébet táborok programjaiba a Vasvári Pál általános iskola is bekapcsolódott a héten. A diákok a kézműves programok mellett vidéki kiránduláson és zumba oktatáson is részt vesznek. A táborok egészen augusztusig folytatódnak majd az intézményben. Szeretsz Robert zumba óráját is kipróbálhatták a Vasvári Pál általános iskola Erzsébet táborának résztvevői, akik a Dunaparton, az Árnyékban ismerkedtek meg ezzel a mozgásformával. Emellett számos szórakozási lehetőséget kínál az egyhetes program, amely során akár új barátságokat is köthetnek a diákok. Hát nagyon sok barátom lett ebbe a táborba, mert ugye sokan vagyunk és jól lehet barátkozni. Sok barátot lehet szerezni, mert sokan vagyunk ebbe a táborba. Elsőre ismeretlenek voltak, de egy idő után meg lehet őket ismerni. Sebestyén Marianna, a Vasvári Pál általános iskola pedagógusa elmondta, ezek a táborok jelentős terhet vehetnek le a szülők válláról. Természetesen ez arról szól, hogy a szülőket tehermentesítsük, hiszen azok a szülők, akiknek nem maradt már szabadságuk, azok nem tudják a gyerekeket hova elhelyezni, és olyan kellemes programokat kínálunk, amelyeknek nem igazán lehet ellent mondani. A Vasvári Pál általános iskola Erzsébet táborait egyhetes turnusokban augusztus közepéig szervezi meg. Kedves nézőink, a mai kispad végére értünk. Ezt az adásunkat és a korábbiakat is újra megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook, Instagram vagy YouTube csatornánkon keresztül. Várjuk Önöket jövő kedden is. Viszlát!